Az aranyérmét veszi elő az újdonsült olimpiai bajnok, Kopasz Bálint a Graboplast Győri Vízisport Egyesület kajakosa, a névadó szponzor elnök vezérigazgatójának is megmutatta a Tokióban szerzett medálját. Jancsó Péter hétfőn személyesen fogadta Győrben a sportolót, az edző édesanyát és az egyesület vezetőit. Az én egyik unokám is a egyesületbe kajakozik, és emiatt amúgy is különösen figyelemmel kíséri az ember, de nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy egy ilyen csapatot, egy ilyen szakosztályt lássunk, ahhoz az kell, hogy legyenek olyan példaképek, akik a fiatal gyerekeket mind az ilyen unokán bevonzzák. És ki más, ha nagy nevek. Kopasz Bálint ma a csúcson van, nagy név, a gyerekek példaképnek tartják. Jancsó Péter egy órát és pénzjutalmat nyújtott át Kopasz Bálinnak. A kajak egyesek 1000 méteres versenyét megnyerő sportoló ezt követően élményeiről mesélt a találkozón. A kajakos elmondta, nem zavarta különösebben az, hogy üres lelátók előtt versenyeztek, hiszen így még jobban tudott a saját feladatára koncentrálni. Bizonyos szempontból sajnáltam, hogy nem volt nézőközönség, hiszen ott voltak már a tribűnök, kilátó, megcsinálták a japánok, annak is meg lett volna még plusz a hangulata, sőt meg lett volna, de engem igazából nem zavart, hogy nem volt ott a nagy különbség, mert ugye koncentráltam ugye a saját pályamra, a versenyemre, ilyenkor csak tényleg ott vagyunk azon az 1000 méteren belül, és akkor másra nem foglalkozok, az ellenfeleket sem nézegettem, csak érzékeltem, hogy ki hol van. És ilyen nyugalomba telt igazából, ez a legjobb szó, hogy így olyan kis nyugodt verseny volt az egész. Az olimpiai bajnok hozzátette, hatalmas a sajtó érdeklődése az elmúlt napokban, de ez nem teher számára, hiszen érthető, hogy most a középpontban van. Az aranyérem és az azt követő élmények pedig rendkívül motiváltá teszik, így még nagyobb erőbedobással küzd majd a céljaiért a továbbiakban. A hosszú hétvégén egyébként már ismét vízre szállt, fölényes győzelmet aratott kajak 1000 méteren a kajakkenu országos bajnokság és világbajnoki válogatón, és Győri klubtársával, Erdősi Csabával megnyerte a kajak 2-esek versenyét is Szegeden.